Sziasztok, újabb hét, újabb Big Screen. Én Zalaba Ferenc vagyok, itt ő mellettem Molnár Szilárd. Sziasztok. Rosszul mondtam a címet, mert ez igazából Big Screen Extra, ugyanis egy ilyen nagyobb műsorral készültünk. Május 1-én indul a hivatalos nyári blockbuster szezon, egészen augusztus végéig tart. Augusztusban már egy ilyen kicsit ilyen leftover filmek vannak. A lényeg az, hogy 1975-ben, amikor a Spielberg és Universal úgy döntött, hogy nyáron egy holt szezonban mutatja be a cápát, akkor hirtelen egyébben megfordult a világ, ugyanis özönlöttek rá az emberek. Azelőtt a mozi üzemeltetők azt hitték, hogy ez egy ilyen holt szezon. Mert hogy mindenki a strandon van, csak ugye bemutatták a cápát, nem akartak az emberek a strandra menni. Bemenekültek a strandba a moziba. Nagyon jó taktika. Honnantól kezdve úgy döntöttek, hogy csak nyáron mutatnak be strandon játszódó horrorfilmeket, meg egyebeket is, és innentől kezdve ugye 77-ben jött május 24-én az első Star Wars, ami szintén nagyot fogott, és onnantól ezzel a stúdióknak fixa idejük lett, és nem is tévedtek nagyot abban, hogy nyáron az emberek nem csak strandolni szeretnek, hanem hűvös moziterem. Hát meg egyébként is ugye maga ez a PG-13 ölet, és azért van, mert elsősorban a fiatalok járnak a mozikba, és nyáron a fiatalok jobban ráérnek, ugye? Így van. Tehát akkor még délelőtt is, meg korod délután is tele vannak a mozik, hogyha olyan filmekre van szó. Hello. Na, és akkor arra gondoltunk, hogy összeszedjük a nyár legjobban várt filmjeit. Igazából úgy voltunk vele, hogy vannak olyan filmek, amiket várunk, vannak olyan filmek, amiktől egy kicsit félünk, meg tartunk, de a lényeg az, hogy összeszedtük a 10 legjobb, legnagyobb, leginkább várt filmet, amire leginkább kíváncsiak vagyunk. Igen, szóval nem feltétlenül csak seggcsóválgatás lesz egy film kapcsán, hanem azért elmondjuk az aggályainkat is. Kezdjük is el, 10. helyen van a Valérián és az Ezer bolygóvárosa című film, ami egy francia film, ami egy meglepő módon felkerült a nyári blockbuster évad egyik legkiemelkedőbb darabjává vált, úgymond. Hát mert mekkora költségvetése van? $210 millió szóval megfelelően euróból forog. Ez minden idők egyik legdrágább európai filmje. Nem a legdrágább? Hát most itt kicsit javítottak rajta, hogy minden idők legdrágább francia filmje. Szerintem egy olyan susmus van, hogy sok amerikai film ilyen kicsit európai koprodukcióba készülhetett, és akkor nem lehet kimondani azt, hogy no, ez Európa legdrágább filmje. A lényeg az, hogy minden idők legdrágább francia filmje. Az előző az Asterix, és ha nem tudom micsoda volt. Az Olimpián. Asterix az Olimpián, az került 80 millióba, ez meg 210-ben. Azt kell róla tudni, hogy egy idén 50 éves képregény alapján készült, ami eléggé nagy hatása volt hogy az elmúlt 50 év szórakoztató sci-fi irodalmára, meg egyéb médiumokra is, például a Star Wars is rengeteg mindent átvett tőle. Két főszereplője van, egy Valerian nevezetű fickó, meg egy Laureline nevezetű lány. Ők ilyen űrrendőrök igazából, meg kalandorok, és akkor mindenféle meg időutazók. Mindenféle időt és teret át ívelő kalandba keverednek. És azt kell róla tudni, hogy egy ilyen klasszikus értékeket közvetít, ugye a hősök is, a férfi hős egy ilyen erős, bátor fickó, a nő az pedig egy ilyen szexi, de ugyanakkor okos nőszemély. Megtestesítik az ilyen archetípusokat, és ennek ellenére mégis ilyen úgymond korát megelőző darab volt, ugyanis nagyon-nagyon liberális nézeteket vallott. Ugye feminizmus is témája volt, a politikának az akkor még egy kicsit úgy szélsőséges változatait és mindegy üzeneteit is belevitték. Nagy népszerűségnek örvendett nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztályok körében. De nem csináltak belőle filmet, mert méreg drága lett volna. Egészen mostanáig kellett várni, hogy Luc Besson, ugye Franciaország egyik legnagyobb exportcikke, csinálja a maga. Gondolkozom, hogy mi a magyar megfelelője Luc Bessonnak, de nem tudok is. Nem. Franciaország Herendi Gábor, akár. Na, szóval Franciaország legnagyobb exportcikke kézelésbe vette, és hát ugye mit tudunk a filmről? A sztoria 28. században játszódik, szóval már ez eléggé a távol jövő, igen. Egy rendkívül gazdag világot ismerünk meg benne, amiben rengeteg bolygó meg város szerepel, és az egyik ilyen város az Alfa nevű város. Ez ami az egésznek a központja. Kvázi az egésznek a központja, és itt a rosszak valami nagyon rosszat készülnek csinálni, és ezután kezd el nyomozni a főszereplő páros. Ja, ugye magáról a városra azt kell tudni, hogy azért hívják ezer bolygóvárosának, mert ezer különböző lény, vagy nem is tudom, egy ilyen faj megfordulott, és megvan a saját lakóhelye. Tehát egy olyan, mint az Utropolis, csak idegen lényekkel igazából. Igen, például. Vagy a Star Warsból akármelyik ilyen kocsma. A Star Warsból az akármelyik kocsma. Csak kicsit nagyobb, meg drágább. Na, mindegy. A film
igazából... sztoriáról ennyit lehet tudni, hál' Istennek nem verték nagy dobra, lehet, hogy azért nem, mert nagyon sematikus. Ugye az ilyen filmeknek mindig az a legnagyobb rákfenéjük, hogy, hogy később készülnek el, sokáig kell várni, hogy elkészüljenek, ilyen volt a John Carter is, ami az egyik legelső ilyen sci-fi kaland volt, aztán annyiszor kizsákmányolták meg úgymond különböző figurákban újra, élesztették, mint az Indiana Jones, meg ott is Star Wars-ra lehet példálozni, hogy egyszerűen mire azt az eredeti történetet megvalósították, akkor az emberek már úgy voltak vele, hogy hát ezt már láttuk. Úgyhogy ez az egyik legnagyobb félelmünk ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy, hogy amit eddig láttunk belőle, az a történetről semmit nem mond, de a figurák, hát a figurák azok, azok olyanok, amilyenek. Tehát maga a színész választás is elég érdekes, nem? Hát igen, ugye a főszereplő Dane DeHaan. DeHaan, igen, talán így kell mondani. DeHaant nyerték meg. Ugye őt legutoljára az egészség ellenszerében láthattuk az egy mozikban. És hát még mindig elég kölyök képű. Hát meg nem az a, az a, nem az a hős, pozitív hős igen. materiál. Tehát ő volt a gonosz. Jó gonosz. Igen, figura. Ő volt a gonosz, a csodálatos pokémon. Kb. Mindenben, amiben eddig lett. Igen, meg a... Hát meg a Chronicle, az Chronicle-ban is ő volt a, az, akiknek kicsit agyára ment a szuper képesség. Ekkor nagy ezért fordulat lenne, hogyha Valerianról kiderül, hogy ő a gonosztevő, azt a mindenit. Mondjuk utána azt mondanánk, hogy az arcára volt írva. Aha. Ugye a másik főszereplő pedig a Cara Delevingne, hát őnek is eléggé olyan érdekes szemöldökei vannak, az olyan nagyon is olyan gonoszan tud nézni. Na mindegy, de jó, most belekötünk egyébként a szereposztásba, de legalább egy kicsit más, mint amit megszokhattunk. Én nagyon remélem, hogy a film az nem lesz olyan hangulatában, meg megközelítésében, mint az Ötödik elem. Most lehet, hogy sokan fölhördültök, szerintem ambiciózus, nagyon-nagyon merész ez a film, az Ötödik elem, tele van olyan dolgok, amit eddig soha nem láttunk, de olyan figurákkal is, amiket még soha nem láttunk, illetve ilyen formában nem is akartunk látni, mert kb. Olyanok voltak, mint egy Tex Avery rajzfilmből léptek volna előtte, ilyen rajzszín figurák voltak, mindenféle túlzó gesztikulációval, artikulációval, kivéve Bruce Willis, aki így az egész közepén ott ül, hát szörke hajjal. Igen, de ő is túlzott karakter volt, csak ő csak a saját magát túlozta. Igen, mert nagyon tökös valaki volt ott a film. Ja, ja. Úgyhogy egy kicsit ebből jó lenne, hogyha Luc Besson visszavenne. Lucy volt a másik nagy sikere, hát az is túlzásokkal volt tele. Úgyhogy felkészültünk arra, hogy ilyen nagyon-nagyon színpompás, nagyon-nagyon gazdag látványvilágú, és nagyon-nagyon-nagyon film lesz. Lehet, hogy ez lesz a nyár egyik legszórakoztatóbb darabja egyébként. Benne van a pakliban simán. Miért ne? Miért ezért, ne? Ezért is tettük fel a leginkább várt filmek listájára. Igen, igen. 9. helyen van a Sötét torony című film, Stephen King regény folyamából, 7 kötetes regény folyamából készült film. Nagyon-nagyon kalandos a története, mert ahogy utána néztem, ez már a harmadik stúdió, amelyik nyilvánosan foglalkozott a materiával. Először volt a Universal, ők nagyon ambiciózusan álltak hozzá, valahogy úgy volt, hogy egy filmtrilógiát akartak csinálni belőle, és a film trilógiák között 6 részes minisorozatok lettek volna tévében. Azt nem tudom, hogy gondolták, hogy nem ugyanaz a közönség jár a moziban, mint aki ül a tévé előtt, de volt egy ilyen terv, és akkor még Javier Bardem alakította volna az egyik főszereplőt. Aztán a Universal kiszállt ebből a projektből, átkerült a Warnerhez. Warnernél a Ron Howard és az Imagine Entertainment kezdett el foglalkozni vele, szintén valami nagy méretű nagy nívójú dologban gondolkodtak, de aztán az is elvetődött, és kikötött a Sony-nál, akinek mostanában nagyon jól megy a szekér. Úgyhogy a Sony végül is filmet csinál belőle. És miről fog szólni ez a film? Fogalmam sincs. Nagyszerű. Egyébként én is elkezdtem olvasni. Gyerekkorom óta iszonyú Stephen King rajongó vagyok, kb. Mindent olvastam tőle, mostanában egy kicsivel kevesebbet. Sokkal jobb volt még, amikor még többet töltögetett magával. Most már egy kicsit lejöttem róla, és ugye a Sötét toronynak óriási rajongó tábora van, meg mondják, hogy más, mint a többi. Mondom, akkor adok neki egy esélyt. És úgy szenvedtem magamat át az oldalakon, mint egy kötelező olvasmány, vagy egy ilyen homéroszon, vagy valamin, érted? Tehát így olvasod a mondatokat, és így mit olvastam? Mi van? Elolvasod még egyszer, és nem érted. Tehát ilyen iszonyú nehéz a nyelvezete. Ezt ugye sokan erényként fogják föl, hogy egy ilyen archaikus, nem létező, kvázi a napjaink nyelvezetéből kiinduló, de aztán eltorzuló dologként van megírva, mert ugye azt kell tudni, hogy ez a jövőben játszódik, egy ilyen posztapokaliptikus környezetben, western hangulatú, de ugyanakkor fantasy is.
sci-fi, post-apokalipszis, western, fantasy, tehát tényleg egy ilyen, ilyen sajátos dologról lehet szó. És miről szól a film? A filmnek van egy gyerek főhőse. Igen. Ja igen, azt el kell mondani, hogy a film az kicsit más oldalról fogja megközelíteni a témát. Igen, van egy gyerek főhős, igen. Hogy ez így több könyvből gyúrták ezt így össze. Igen, valószínűleg kivettek belőle. Igen, bizonyos elemeket összeraktak, és abból gyúrtak össze egy filmet. És ő kalandot keres. Nem tudom, és akkor így csatlakozik az Idris Elba által alakított Grand Sligerhez, aki nem tudom, fegyverforgató vagy. Van egy neve a filmben, de most így nem jut eszembe. Vagy mármint a regényben van egy neve. Ott van. Roland Deschain. Rolandhoz, igen. Rolandhoz. Csatlakozik Rolandhoz. Rolandhez, és együtt elindulnak a jó kis kalandra. Megkeresni a sötét tornyot, ugye? A sötét tornyot kb. Sötét tornyot megkeresni. És ebben a Matthew McConaughey lesz, aki útjukban áll. Igen, a feketébe öltözött férfi. Igen. The Man in Black. Akiről azt kell tudni egyébként, hogy Marvel és az univerzum építés, hol vannak ők? Stephen King ezt már rég elkezdte. Stephen King, ezt képzeld el, hogy egy ilyen kis saját univerzumot épített a regényében. Vannak olyan települések, ahol többféle horror sztori játszódik, és vannak olyan történetek, amiben szereplők visszatérnek. Például ez a Men in Black nevezető ilyen, hát a sátán, lehet azt mondani, hogy annak a megtestesülése, ő a Végítélet című regényben is feltűnt, akkor még Randall Flagg-nek hívták, szintén feketébe öltözött, és ugye arra törekedett, hogy vége legyen a világnak, és a Végítélet végén volt egy ilyen utalás arra, hogy ő újjá élet, és kvázi most itt a sötét toronyban itt feltűnik. Úgyhogy Matthew McConaughey nem egy pozitív figurát alakít ebben a filmben, de végre látjuk valamiben, mert ugye nem most láttuk utoljára, vagy jó volt az aranymarkában a moziban, de... Csak simán az arany, de igen. Az aranymarkában. Jó, oké, mindegy. Hát de volt... aranymarkában is van olyan film, csak ez nem arról szól. Nem az, igen. Tehát... Szóval Matthew McConaughey az utóbbi időben nem csinálta a jó filmeket, így a kb. A csillagok között után, meg az Oscar-díja után, vagy valahogyan. Ami két filmet csinált, a Fák tengere és a Free States of Jones, aminek van egy magyar címe is, Harc a szabadságért, de egyik se jutott el hozzánk, mert mind a kettő elég nagyot bukkant. Igen, igen, és valahogy nem volt. Igen. Nem volt ilyen közönségbarát darab. És igazából az arany se szágul. Nálunk az egész jól ment, mert ugye úgy voltak vele, hogy ilyen fapados Wall Street farkasa, és akkor az emberek így megnézegették. Meg ugye Matthew McConaughey-nek azért még van egy rajongótábor a csillagok közöttnek köszönhetően. Meg a Magic Mike-nak. Jó, mindenképpen a Magic Mike-nak köszönhetően. Nagyon sokan kedvelik nálunk, és mi is nagyon kedveljük Matthew McConaughey-t, de tény, hogy ott az ügynök helyével lehet, hogy kicsit egyeztetni kéne, hogy ide figyelj, itt van ez az Oscar-díja, most vagyok a csúcson, jobb szerepeket adj nekem. És mondjuk ez a sötét toronyféle gonosz főszerep, ez nem néz ki rosszul, csak mondd el, hogy milyen aggályaink vannak még ezzel a projekttel kapcsolatban. Tehát még egyszer, Sony-nál van. Ez az első, a legsúlyosabb dolog, ami az utóbbi időben azért nem csináltak a Sony-nál olyan jó filmeket. Hogyha volt is egy nagyon úristen, Jennifer Lawrence, meg a Chris Pratt játszik benne, akkor is ilyen szószó eredménye lett neki. Itt van a július végére tervezett bemutató, eredetileg egyébként februárban már bemutatták volna. Igen. Itt a július végére tervezett bemutató, és konkrétan még az adás felvételekor nem jött ki egy trailer se, semmi. Semmi, csak néhány képkockát láttunk belőle, meg egy egész pofás plakátot, de ez minden. Igen, volt valami kiszivárgott ilyen félkész anyag. Jó, hát azt felejtős. Ugyanez volt az utazóknál igen, is, hogy az utolsó pillanatban jöttek ki a dolgok. Rendre módja szerint meg is bukott a film, pedig korunk két legnagyobb sztárja játszik benne, egy sci-fiben, ami romantikus, stb. Tehát nem tudjuk, hogy mit várjunk ettől a darabtól, meg ott van az is, hogy... Rejtegetik, mint hogyha... Hát, mint hogyha nem lennének rá büszké. Csak, ja, igen. Igen, és ott van az is, hogy a Stephen King adaptációk azok elég ritkán találnak be. Tehát azt nem értem, hogy mostanában, mondjál most a friss példát, ami siker volt. Remény, rabja, ilyen, ez most volt 23 éve. Hát ez az, erről beszélek, hogy volt van, kettő, és de... az is nagy bukta volt moziba, teszem hozzá, úgyhogy na mindegy. Tehát de a Halálsoron az biztos jól ment. Halálsoron az baromi jól ment egyébként, akkor már valahogy már tudták, hogy a Remény rabja, és a Remény rabja az egyik pillanatra a másikra kivirágzott. Na, tehát Stephen King adaptációk azok annyira nem mennek jól egyébként, mert az van, hogy a regényben papíron sokkal jobban működnek, le vannak írva a szereplő gondolatai. Két dologról beszélünk most, az, hogy a moziban megnézik-e, vagy hogy jól sikerültek. Tehát az... Ja, igen, az meg a másik, hogy nem biztos, hogy jól sikerülnek, és ráadásul még se nézik őket. Úgyhogy
Úgyhogy ezért kívánjuk a legjobbakat. Mi, ugye elmondtuk, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen sajátos darab lesz, olyasmi, amihez fogható talán még nem is láttunk. Igen, tehát túl nagy falatnak tűnik, ráadásul a rendezője is olyan, hogy hát, ugye egy dán rendezője van, aki a veszedelmes viszonyokat munkkal, Oscar jelölésig jutott, mert ugye Dánia, mint a legjobb idegen nyelvű film. Emellett meg néhány skandináv krimit csinált, amik ilyen szó-szó. De hát nem csinált, az csak írta. Tehát ott nem rendezői tapasztalata van ott. Azt hittem, hogy ezek ilyen szerzői filmek, hogy ő is írta, meg rendezte. Nem. Ott csak forgatókönyvíróként volt jelent. Tehát akkor helyünk hozzá pozitívan. Íróként is, meg rendezőként is helytárs már. Jó, de a fácángyilkosok, a palaszposta, meg ezek ilyen tipikus ilyen... Egy kapta fára készült skandináv krimit? Még csak nem is az. Én komolyan azt mondom neked, hogy mint egy ilyen jobban sikerült, hát nem NCIS, de valami hasonló ilyen krimi sorozatban egy rész, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy inkább tévére való. Szóval ahhoz képest nem tudom, hogy esetét tudom, hogy mit várjunk. Hát meglátjuk, hogy mit várunk. Elmondtuk, hogy várjuk, de azért vannak aggályaink. Nyolcadik helyen van a Karib-tenger kalózai Szalazár bosszúja című film. Nálunk, meg így Európában ezen a címen fut, ne kérdezzétek, hogy miért, Disney döntött így. Mit várunk ettől a filmtől? Miről fog szólni ez a film, Szilárd? Húha! A Karib-tenger kalózai Poseidonnak a háromágú villáját mennek el megkeresni. Fantasztikus, és hol lesz majd a Bermuda háromszögben legalább? Valami háromszögben. Ahol lesz egy ilyen szakadék a tengerben. A lényeg annyi, hogy a Jack Sparrow kapitány fiatal korában ezt a Szalazár nevű kalózvadászt jól megtréfálta, és belevezette őket egy ilyen rejtélyes ilyen ördög háromszögébe, talán azt hiszem úgy hívják. Ördög háromszöge, igen. Ördög háromszögébe, és ott halálát lelte, de nem halt meg, hanem visszajött szellem kalózként. És soha most nem láttunk ilyet ettől a sorozattól. És most Jack Sparrowra vadászik, aki a Will Turner fiával, meg egy csinos, asztrológus lányjal közösen elmennek a Poseidonnak a háromágú szigonyát megkeresni, mert attól tudják legyőzni ezt a csávót. Elméletileg. Nagyjából ez a lényeg. Na, egész jól összefogtad, már is többet tudok erről a filmről, mint eddig valaha tudtam. Nekem úgy tűnt így az előzetesek alapján, hogy nagyon ki akarják köszörülni a negyedik rész által keltett csorbát, ami már most nem tudom miről szól, de azt tudom, hogy nem volt maradandó. Voltak benne sellők, de nem hozta azt a különleges látványvilágot, azt a más fantasy világot, amit az első trilógia hozott. Hiányzott belőle az, amitől egy ilyen Karib-tenger kalózai feelingű film lett volna. Hiányzik belőle az eredeti vidámparki látványosságnak az izgalma. Így van. Tehát nem volt hullám. Ja, nem voltak hullámok. Az sem volt egy hullámlavancs. Ugye hát a Karib-tenger kalózai egy ilyen Disney World-ös hullámvasút alapján készült. Igen, tehát, tehát Hollywoodban már mindenből tudnak. De és most csinálnak egy másikat. Ez a gyufás katúja. Csináljuk. Most valami dzsungelest akarnak a Dwayne The Rock Johnsonnal ugyanilyen. Persze, és már megint egy dzsungeles film Dwayne Johnsonnal dzsungelmánia. Na mindegy, tehát ki akarják köszörülni a csorbán. Ott van Jack Sparrow, mellette vannak fiatalok, tehát nem ő áll a központban, ő csak egy ilyen mentor. Hát tulajdonképpen ezt a Will Turner meg a Kieran Hardy, akinek most nem fog eszembe jutni. Elizabeth Swan. Igen, most van egy új Elizabeth Swanunk, meg van egy új Will Turnerünk, aki igazából pont, hogy a Will Turner fia ráadásul. Igen, szóval. Tehát valószínűleg ugyanaz lesz történet. És akkor mellette vannak szignifikáns látványosságok, ilyen manisotok, mint az a hajó, ami így rácsuklik a másikra, meg a szellemcápák. Meg hát Javier Bardem által alakított Szalazár is egy eléggé sajátos megjelenésű figura. Úgyhogy Amerikában nem tudom, hogy fogják fogadni, ugye Amerikában nagyon gyorsan le tudnak írni embereket, meg utána rehabilitálni is tudják. Most a Johnny Depp ott tart a magánéleti balhé miatt, hogy annyira nem szeretik, de a Disney is tudja, hogy ezt... Annyira nem szeretik, ja. Igen, hogy ez inkább nemzetközi piacon fog érvényesülni, és már is megfejtettük, hogy miért más címet fut Európában a film, mert valahogy el akarják különteni, hogy ott Amerikában van az a Dead Man Tell No Tale című film. Nálunk itt Európában, ahol alig várjátok, hogy újra lássátok, Szalazár bosszúja, úgyhogy itt marra sokan meg fogják nézni, nálunk is rengetegen várják. De egyébként is jellemző a franchise-ra, hogy általában az ilyen nagyobb franchise-okra, hogy Amerikában is szép lassan kezd csökkenni az érdeklődés, és a világ szinten meg egyre inkább nő. Így van. Lásd mondjuk a Fast and the Furious, tehát a halálos irányos. Úgyhogy a film olyan lesz, hogy
egy ilyen best of válogatás, és tulajdonképpen ezért is várjuk, meg ezért is félünk tőle. Mi lesz, hogyha beülünk, és jaj, itt megint ugyanazok a dolgok lesznek, ugyanakkor meg, na végre ugyanazok a dolgok lesznek a filmtől. Ez tipikus nézői hozzáállás. Ez ilyen Star Wars előzmény trilógia, meg igen, új trilógia, azért, hogy most most ezek új dolgok, ezek nem tetszenek, most ez a régi dolog, ez most azért nem tetszik. Tehát mindenbe bele lehet kötni, de egyébként az első vélemények, ugye ezt már a Las Vegas-i CinemaCon-on levetítették ezt a filmet, az első vélemények zömében pozitívak, hogy jobb, mint a negyedik rész, tehát hogy lehet bizakodni, és hogy a rendező... Hát onnan csak jobb lehet, igen. Igen, és a rendezőpárosnak is az eddigi filmjei alapján úgy gondolnám. Igen, most megint skandinávok. Skandinávok. Jönnek is, skandinávok, és ők, rendeznek. Ők speciál norvégok, úgyhogy Joachim Rønning, nem tudok a norvégul, és Espen Sandberg, és ugye ők csinálták a Kontikit, ami szintén egy ilyen... Igen, és a Max Manus című film. És a Max Manus is. Lényeg a lényeg, meglátjuk, nálunk óriási siker lesz. Az biztos. A kedvedik helyen áll a Pókember hazatérés, és ez a cím ez egyértelműen azt jelenti, hogy hazatért végre Marvel Studios. Keblemre. Igen, ugye az elmúlt tizen akárhány évben ez már a harmadik iterációja a figurának. Már nem lehet követni. Az emberek most már úgy vannak, hogy már megint egy Pókember. Nem hiszem el, nem akarok ezért nagy felelősséget a vállamon, meg Haldokló Ben bácsit. És nem kapjuk meg Haldokló Ben bácsit. Miről fog szólni ez a film röviden? Nagyon röviden arról fog szólni, hogy a Peter Parkernek a Peter Parker visszatér a polgárháború eseménye után New Yorkba, ahol visszatér a polgárháborúból. Tulajdonképpen visszatér a polgárháborúból, megtört lélekként. Nem, New Yorkba visszatér, és ugye hát folytatja tovább a mindennapi életét gimnazistaként, csak akkor feltűnik a színen a keselyű Tony Stark, a keselyű nevű gonosztevő Michael Keaton megformálásában, aki a bosszúállókban látott csituri támadásból megmaradt mindenféle idegen technológiából épít magának dolgokat, meg annak az eltakarításával foglalkozik, igen. És a Tony Starknak ugye ez jobban megy, és a Tony Stark megorról emiatt, és akkor ő most inkább legyalulja az egész New Yorkot, ez a célja. Így de szokott lenni, tudjátok. Igen. A versenytársakat akkor ezt le kell gyalulni. Na mindegy, és akkor Pókemberrel együtt, vagy Pókemberrel szembe kell, hogy szálljon, vagy Pókember szembe kell, hogy szálljon vele, de mivel hogy ő fiatal, nagy a felelősség a vállán, ezért az... nincs Ben bácsi sem. És Ben bácsi sincs, aki megmondja neki, mi a tuti, ezért Tony Stark lesz most az ő Ben bácsi, aki elmondja, hogy nem szabad ezt csinálni, fiam. Így van, és ő biztos, hogy nem fog ott, nem fogja ott hagyni a fogát. De jó, persze, most így elmondtuk, hogy kb. Ugyanaz ez a Pókember, mint minden más, de valószínűleg mégsem. Ugye egyrészt ott van, bekerült keblére ülelte a Marvel moziverzum, és innentől kezdve tényleg nem kell elhelyezni, nem kell különkezelni, tele lesz utalásokkal, ugye plakáton és előzeteseken is mindenhol ott van, hogy ez már az MCU-nak a tagja. Biztos, hogy a film is tele lesz utalásokkal, meg kapcsolódási pontokkal, és hát Tony Stark is ott lesz, ugye. Még vasemberként. Igen, de szerintem inkább Tony Starkként fog ott megjelenni, és még abban a szerepben sem lesz egy ilyen főszereplő tulajdonképpen. Amiben viszont más lesz, mint az eddigiek emellett, hogy tényleg hangvételében végre egy ilyen gimnazista jellegű filmet kapunk. Tehát nem az lesz, hogy egy olyan színészt látunk, aki egyrészt sokkal idősebb, mint amit a szerepe kínál, vagy kíván. Ugye tudjuk, hogy Tom Holland is már elmúlt 20 éves, de ő még tényleg ilyen nagyon-nagyon kölyöknek néz ki. Meg nem egy olyan színészt látunk, aki megpróbál egy gimnazistát eljátszani, hanem egy srácot, aki gimnazistaként viselkedik, gimnazista problémákkal szembesül, és azokat sem ilyen talán ilyen megjátszott dologban, hanem ilyen sokkal természetesebb közegben előadva. Ugye John Watts, aki a Rendőrautó vagy Rendőrkocsi című filmet csinálta, amiben szintén gyerekek voltak a főszereplők, és nagyon-nagyon hitelesen ilyen valósághűn játszottak, meg lettek előadva. Ő azt mondta, hogy John Hughes-nak a filmográfia volt az egyik legfőbb ilyen meríték, ahonnan igazából inspirációt nyert. És a John Hughes ugye a tini filmeknek az egyik nagy, nem is tudom, művésze volt a 80-as években. És hogyha már ezt a hangulatot így visszahozza ez a film, és amit láttunk így az előzetesek alapján, ez talán még benne is van. Meg akkor... az a baj, hogy még sok minden más is van benne így az előzetesek alapján. Igen, ez már az aggályainkhoz tartozik, hogy elég sok mindent beleraktak már. Mert ugye mi volt a harmadik Pókembernek, meg a második csodálatos Pókembernek a legnagyobb baj, hogy túl sok gonosz volt. Erre mi lesz itt? Túl sok gonosz. Igen. Lesz egy keselyünk. Lesz egy keselyünk, igen, lesz egy
sokkolunk. Sokkolunk, és egy, próbáljuk meg rögés nélkül ki. Egy plésuszterünk is. Egy plésuszterünk is lesz. Emellett. Nekem majdnem sikerült. Plésuszter. Lesz a plésuszter, meg lesz a szegény ember Tom Hardy által alakított. Logan Marshall Green által alakított. Ott még nem tudjuk, hogy kicsoda. De majd úgyis kiderül, hogy ő a... Tehát elmondtuk az aggályainkat, ez is a nyár egyik legszórakoztató filmje lehet, és Isten ad meg, hogy a Sony-nak végre legyen egy nagy sikere, legyen kritikai is, és közönség siker is. Benne van a pakliban egyébként. Benne van egyébként. Persze, abszolút a korosztálynak megfelelően készül. Marvel Studiosnak a fennhatósága mellett, úgyhogy nem bukhatnak nagyot. Marvelnek ott a receptje, az ez alapján dolgoztak. Ja, meglátjuk. És ha már a szuperhősöknél tartunk, 6. helyezett a Wonder Woman, a csodanő. Előbbre került, mint a pókember, pedig a DC-re mostanában nagyon rájár a rút. De miért is raktuk ezt előrébb, ezt a filmet? Fogalmam sincs, miért raktuk előrébb? Azért, mert kéne rehabilitálni kéne ezt a szerencsétlen DC-t. Most ugye nem tudják, hogy mit csináljanak, először rámentek arra, hogy legyen komor, mint a Nolan-féle Dark Knight trilógia. Aztán utána... Csak rájöttek, hogy nem értenek ehhez, hogy... Igen, egyrészt is, ja, nem tudnak annyira komorak lenni, inkább így álltak hozzá, nagyon szomorú vagyok. Igen. És aztán utána hirtelen ennyiben rájöttek, hogy ez így nem megy, mert a közönségnek ez annyira nem jön be, akkor legyünk hirtelen ennyiben nagyon harsányan. És hát ugye látszott az öngyilkos osztagon, hogy ez ilyen nagyon komornak indult, aztán ilyen bruhaha fesztivál lett belőle. Tudjuk, hogy a tavalyi év egyik legnagyobb szerencsétlenség lett ez a film. Ugyanakkor marad sikeres. Tehát még nem csapták rá a DC-re az ajtót, meg a Warner-re, emiatt továbbra is csinálhatják a filméken. Most gondolom az a producer utasítás, hiába ennek a filmnek még a korábbi, nem is tudom, istápolójának a kezébe van a gyeplő, úgymond. Próbálok követni, de igen, szóval... Tehát még nem ugyanaz a producerre, akit azóta már kirúgtak. De ezt még ő csinálta, ezt még ővel kezdték el, az igen, a lényeg. Nem rúgták, kicsit átvette, nem tudom, nem jut eszembe a fickónak a neve, ugye a DC-nek az egyik kreatív filmnek. Zöldlámpás rajzolója, David. Na, szóval ez már az új szelek szerint készül, de még a régi magokból elültetve. Úristen, ebben nem bízom, hanem kóla azért beszélek így. De is... De már azt szerint készült, hogy ez legyen egy ilyen laza, kicsit könnyed kalandfilm. És nekem nagyon-nagyon bejönnek az előzetesek. Tudom, hogy ilyen negatív visszhang közvetít, vagy veszi körül, mert hát ugye az emberek most már eléggé el nagy elő egy ítélettel viseltetnek a hát ez itt tényleg ugyanúgy néz ki, mint az eddigiek, szóval ment így tényleg nagyon látványos lassítások, meg orange steel. A színvilág az... Nem ugyanaz. Mert ebben szép izék, ilyen tengerszín, napfény, stb. Nem ugyanazt az előzetes láttuk? Hát az igen, de az valószínűleg kb. Mit tudom én, 10 perc lesz az egész filmben. Jó, de maga az első világháború se úgy néz ki, mint mondjuk a Ryan Kozlegény megmentésében. Nem, csak gondolkodom, hogy az első világháború az csodás, a belga réteken futkároznak a katonák, Wonder Woman lepkét kerget, hogy mire gondoltál, hogy szerintem tök ugyanúgy néz ki, mint az összes eddigi DC film, ilyen szokásos orange steel színvilága van neki. Jó, oké, akkor én egy ilyen másfajta színvilágot, meg hangulatvilágot képzeltem el, tehát lehet, hogy a színek ugyanazok. Jó. Legyenek a színek ugyanazok, jó, oké, az azurkék tengert leszámítva. De lehet kell hajhászást. Én sem vártam, hanem valami kis könnyedséget, ami hiányzott az eddigi DC, új DC Warner filmekből. És ezt szerintem meg fogjuk kapni. Az a kérdés, hogy ugye mikor jött ez a nagy váltás a DC-nél a háttérben, hogy ez hogyan befolyásolta magát a filmet. Nyilván befolyásolta valamilyen szinten, csak a kérdés az, hogy még időben befolyásolta-e. Uh-huh. Vagy már ott, hogy már itt elkezdték, már megcsinálták a nagyját, és már csak utána forgattak. Jó, ami azért nekem ez nem átjön, hogy tényleg, mintha egy ilyen klasszikus kalandfilmként képzelnék el, és nem csak azért, mert hogy az első világháborúban játszódik, ami szerintem egy nagy geg, és ami miatt nagyon-nagyon-nagyon necces lesz a fogadtatása, ugye tudjuk, hogy az első Amerika kapitány az egyik legkevésbé sikeres Marvel film, az ugye a második világháborúban játszódott. Itt ez a múltbéli setting, ez nem biztos, hogy így át fog jönni így az embereknek, úgyhogy ezért is teszik majd a végén, meg az egészet egy ilyen jelenben játszódó keretbe teszik, hogy azért tudják az emberek, hogy ki fiak borja. Ez a...
ki lánya borja ez a, ez a Wonder Woman. Meg ugye az Amerika kapitány valószínűleg az is probléma volt, hogy az Amerika kapitányt előtte nem láthattuk filmen, viszont Wonder Woman már ugye tavaly láthattuk ez, a Batman Superman. Jó kis hátszél lehet a filmhez. Tehát ugyanakkor meg ellenszél is, hogy hát honnan jött ugye Batman vs. Supermanből, amit ugye annyira azért nem szeretnek az emberek. Viszont tény, hogy a Wonder Woman volt a legjobb dolog. Hát, ja, meg a Ben Affleck Batmanje, ez a kettő. Ja, aki ezt csinált a filmben. Jó, tehát az egyik legjobb dolog, ami a Batman vs. Supermanben történt, és hát, ha ezt a figurát, ezt így tovább tudja boncolgatni a filmben. A sztoriról nem beszélünk, mert nincs rá időnk. Nincs rá időnk, de van az A rész benne, és első világháború, és a Wonder Woman-nek meg kell akadályoznia, hogy ez így nagyon elfajuljon tulajdonképpen. Igen, az A rész ugye a háborúk háborújára készül, amiben talán az egész emberiség elpusztulhat. És valami újfajta gáz is van benne. Igen, igen, ami meg megroppantja az üveget is. Azt a kurva, az nem semmi, mint a sziklából jött volna a Nicolas Cage, és azért. Igen, nagyon kemény. Jó. Vannak aggályaink, vannak elvárásaink, de meglátjuk. Helyezett a Majmok bolygója háború című film. Én az előző két résznek a magyar címét állandóan kevenem, forradalom, lázadás, zendülés, stb. Ennek végre van valami jó címe, amit meg lehet jegyezni. Háború. Háború. Mit várunk tőle? Mit várunk tőle? Igazából azt, amit az előző két rész hozott. Ugye, amikor újraindult ez az egész Majmok bolygója biznisz, ugye a Tim Burtonnek az elég rosszul sikerült új feldolgozás után, akkor úgy voltunk vele, hogy megint egy Majmok bolygója, engedjétek el, hagyjuk. Igen, ez annyira 60-as évek. Igen, igen, egyrészt, meg másrészt, meg minek mindig ezekhez visszanyúlni, mindig remake-eket készíteni, és ez a film bebizonyította, hogy van értelme remake-eket készíteni. Igazából ez nem is remake. Nem csak anyagi szempontból, hanem kreatív szempontból is jó sikerült darab. Ugyis nem remake, hanem ez egy reboot, ez egy teljesen átgondolása az egésznek. Szóval éppen az alapot fogták, hogy Majmok bolygója, és akkor ez teljesen új sztorit építettek fel, hogy magyarán azt a folyamatot mutatják be ebben a trilógiában, hogy hogyan vették át az uralmat a bolygó felett a majmok, és most vagyunk ott annál a pontnál, hogy most már tényleg háború közeleg. A Caesar által vezetett egyre... Caesar által vezetett egyre erősebb majmok, és a... Még elég gyenge, de azért most már elég jó megerősödött hát emberek között. Igen, igen, akiket pedig Woody Harrelson által alakított ezredes vezet, aki nagyon kegyetlen fickónak tűnik, és szerintem hát, Woody igen. Harrelson hát, imádja ezt a szerepét, az egész biztos. Ezeki de napalmot pisál, ugye? Az igen, igen, de az Woody Harrelson, aki nem tudom, hallottam már élve intőt adni ezen. Ez olyan, nem tudom, ilyen tiszta, ilyen egész végig a fűhatás alatt van, de nem tudom elképzelni. Egyébként egy szavas izékben válaszol, úgyhogy nem szeret interjúkat adni úgy alapból. Nem igazán tudom elképzelni ezredesként, de mégis jól állt neki a szerep. Pont azért lesz majd egy ilyen sajátos figura. Szerintem nagyon-nagyon kiérezi, tehát ilyen kicsit olyan paródiába hajlóan, tehát ilyen azért láttuk, hogy ugye ekkora nagy késsel borotválkozik, az annyira tipikus. Nem Woody Harrelsontól, hanem úgy általában ez ilyen katonafiguráktól. És hát ugye a film, az első két rész az azért volt jó, mert egy ilyen kis mikroközösségben mutatta be. Tehát nem az volt, hogy akkor az egész világ, lett belőle világszintű ugye egy ilyen járvány elterjedt, és az emberiségnek a 90%-át kifektette, de ennek ellenére megmaradt egy ilyen kis körben, és egy ilyen kis mikroközösség, egy mikro... Kis San Francisco-i kis erdőcskében, pár majmocska, igen. Ez egyébként sokaknak kivert a biztosítékot, de szerintem baromi jól bemutatta egy közösséget. De ezt így kell elképzelni konkrétan, tehát hogy én ezt nem is tudom más, hogy elkezdem, hogyan lehet ebből, ez így alakul ki egy világszintű dolog, egy helyen elindul mondjuk, és tényleg az úgy... Ja, magát az evolúciót is szerintem jól bemutatta, ugye ez is a mutációhoz köthető, hogy valami valahol elindul, és akkor az, hogyha az beválik, akkor ez így szétterjed. Te vagy a biológus. Hát azért ezt még nem mondanám evolúciónak, de igen, igen. Evolúció közeli dolog. Jó, mutáció. Cio, vakáció. Az. Na, mindegy. Tehát ugyanazok az emberek csinálják, Matt Reeves rendezek, ugye ezután a The Batman-t fogja majd dirigálni, és szerintem a megközelítés is ugyanaz lesz, tehát egy ilyen királydráma igazából, csak túl sok szőrrel, vagy jó sok szőrrel, és egy ilyen nagyon-nagyon hatásos, bejelentő, átélhető sztorit ad elő. Remélem itt ebben a részben is fontosak lesznek az ember szereplők, mert ugye az első két filmben azért is volt jó, mert ugye a Caesar volt a főszereplő, de az emberek sem csak egy ilyen arszalon gonoszok voltak, még a Gary Oldman alakított gonosz figurának is meg tudtuk érteni az indítékait.
Úgyhogy... Meg még abban reménykedek, bocsánat, hogy most már tényleg azért jobban bele fogunk látni ebben a majmok világába, egy kicsit már ugye jobban beszélnek. Igen, meg valahogy jobban beszélnek, meg valahogy el kell azt adni, hogy ebből hogy lesz majd világuralom. Igen, igen. Mert ugye az első részből ez így nem jött át, hogy hirtelenjében akiket kiszabadítottak az állatkertből, majmok azok is nagyon értelmesek lettek. Ezt valahogy így jobban... Most már ideje ezt, igen, ezzel is foglalkozni kicsit jobban. Talán ez az egyetlen hangájunk, egyébként meg nagyon-nagyon várjuk a filmet, és hát meglátjuk, milyen lesz. A negyedik helyezett a Galaxis őrzői második rész, amit napokon belül láthatunk. Ez a film indítja el igazából a nyári blockbuster szezon. Az első film az általában jó nagy durván szokott lenni, és mostanában az elmúlt években ez egy Marvel film. Most ugye arról van szó, hogy ez volt az első rész, amit ugye a 3 évvel ezelőtt mutattak be, az volt a Marvel Studiosnak a legnagyobb kockázata, most meg úgy tűnik, hogy a legbiztosabb befektetés lett. De igen, igen. És talán ez a legnagyobb aggályunk is vele kapcsolatban. Fogalmunk sincs, miről szól. Azt tudjuk, hogy megint ez benne valami rossz fiú, akkor az űrlord. Rossz lány. De rossz fiú az mindegy, hogy az nem től független. Rossz lesben egy ilyen aranyszínű. Aranyszínű lányka, akinek valószínűleg megint annyi szerepe van, csak hogy van egy színe, meg van valami, van aztán... Meg van egy nagy serege, akiket ráhúzik az emberénkkel, és akkor lesz küzdés, harc, stb. Mert James Gunn inkább a másik oldalra foglalkozik. Végtelen kő. James Gunn a másik oldal foglalkoztatja, mint általában már filmekben a főhősök foglalkoztatják az emberek, vagy a készítőket, az alkotókat, készítőket, és... Az első részben ugye az volt a jó, hogy milyen társaság volt, egy beszélőfa, egy fegyverbuzi. Mosómedve. Veszelőség, nem mosómedve, hanem... Meg kikéri magának. És meg amellett meg voltak ilyen nagy bodybuilder, azt hittad, hogy akkor egy ilyen buta lesz, akciós lesz. És mindegyik szellemes volt, mindegyik sajátos volt, mindegyikkel együtt lehetett érezni. Tök jó figurák voltak, és nem csak röhögni lehetett rajtuk, hanem velük együtt lehetett röhögni ezen az egész abszurditáson. Amit ez a világ jelent, ez a színes szalagos. Igen, tehát tulajdonképpen a James Gunn azt csinálta, hogy ez egy akkora nagy f***ság, hogy akkor tényleg mutassuk be nagy f***ságként az egészet, és annyira bejött, hogy... Sok-sok sipolás lesz minden a videóban. És annyira bejött, hogy most csinálnak egy még nagyobb f***ságot. És már a harmadik részre is leszerződtették, úgyhogy még egy ennél nagyobb f***ság. Tényleg egyébként, hogy nézd az előzeteseket, sokkal színesebbek a figurák is. Hát hogy néz ki a Drax? Nem a Drax, hanem a Michael Rooker által alakított Yondu. Sokkal kékebb lett a feje, mint az első részben volt. Más lett a síró és egy kicsit, az hiszem. Igen, tehát ilyen, meg a világ, nincs fekete űr, minden színes, szagos, stb. Tehát ilyen elképesztő. Mindig vannak ilyen felhők az űrben, tudod, ezek az Orion ködök, vagy ködök. Igen, meg sötét sincsen. Tehát nagyon-nagyon rámentek arra, hogy ez így színpompa. És valószínűleg ilyen harsány darab lesz. Az első visszajelzések, a rajongói visszajelzések szerint óriási a film, szanaszét röhöghetjük magunkat, meg izgulhatjuk, meg nagyon szórakoztató lesz. A kritikák azt mondják már, hogy jó, de ezt már láttuk. Nem találta fel a spanyol viaszt igazából. Hát de ha csak ennyi a baj a tényleg, hogy ugyanolyan stílusai... Akkor baromi jó film lesz. Mint a Galaxis őrzői első része, akkor szerintem nincs olyan nagy probléma. Már értem én, hogy egy lehet, kicsit hogy... változtatni kell néha, de hogyha bejött valami. Egy probléma lehet, hogy ez az egész nagyon kilóg ebből a Marvel mozi verzumból. Majd így valahogy így beleszuszakolják. Hát ugye a Bosszúállók 3-ban benne is lesznek. Igen, valahogy beleszuszakolják őket, de egyelőre még ott vannak a partvonalon, és egy ilyen más stílust képviselnek. Esetleg a Thor 3-mal lehetne még az kezd egy... De ugye azt mondták, hogy ez más stílus lesz, mint ez. Tehát még hangvételében is más lesz. Mégis az előzetes alapján olyan, mint egy Galaxis őrzői, csak jobb. Ezt nem gondoltuk volna Thor alapján. Igen, de minden esetre szóval ez egy igazán érdekes társaság, és szerintem biztos, hogy nagy siker lesz. Elképesztően nagy siker lesz. A kritika tulajdonképpen már megmondta a véleményét, úgyhogy... Most a nézőkön áll. Mindegy, mi majd meglátjuk hamarosan. A harmadik helyen Christopher Nolan új filmem, A Dunkirk. Amiről te fogsz sokat beszélni, mert nem nagyon belástad magad a témába. Hát én nem ástam be nagyon magad a témába, csak úgy. Az ország egyik legnagyobb Christopher Nolan rajongója ült mellettem, úgyhogy mesélj a szilárd. Elpirultam. Ugye Nolan még nem csinált háborús filmet. Dunkirk. Most meglepődtetek.
Ugye maga ez a Dunkirk-i hadművelet is, ami történt 1940 nyarán, vagy hát tavaszának a végén, azt hiszem, vagy nem is tudom, hogy volt pontosan, nem tudom a pontos dátumot, de a lényeg annyi volt igazából, hogy a németek lerohanták a franciákat, és a francia-angol-kanadai egyesített hadsereg az, hogy ott maradt a francia északi tengerparton, hát látótávolságban ott volt az angol föld, de nem tudtak ugye átmenni, és a német harapófogó egyre jobban rájuk csukodott, és volt egy ilyen nagyjából 10 napig tartó mentési sorozat, amikor az egész Anglia azon dolgozott, meg mindenki, hogy kimentsék onnan ezt a több százezer katonát. Igen, tehát egy nagyon nagy méretű mentőakció volt, és ugye Nolan Britt lévén úgy látta, hogy ez egy izgalmas téma lehet, és ezt nagyon alaposan be tudná ő mutatni, meg nagyon drámai az egész sztori, azért mégiscsak itt rengeteg ember életéről van szó. És ami érdekes, hogy ugye arról beszéltünk itt a felvétel előtt, hogy azért nem találkoztunk ezzel a gigantikus hadművelettel még a filmvilágban, mert ugye Amerikának a második világháború Pearl Harbortól kezdődött, igen, tehát igen. Csak a Pearl Harborral foglalkoznak, meg az ő nagy partaszállásukkal. Hát meg a legvégével ugye általában, de ez egyébként Európára is igaz, hogy a végén durvultak be a dolgok, hogy a 44-45 tájéken onnan készül a legtöbb háborús film, úgy vettem észre. Van persze más is, csak ez a... Uh-huh. Ez a... De mindegy, az egész háborúnak egy olyan szeletét fogjuk már megismerni, amivel ugye már készültek filmek, de egyik se volt egy... Igen, Jean-Paul Belmondoval készült a Két nap az élet, azt hiszem uh-huh. A Weekend at Dunkirk, azt hiszem az angol címe, illetve készült egy Dunkirk című film, már angolok csinálták, de az még nagyon az elején, ez Richard Attenborough. Uh-huh. Játszott benne például, de végig sem néztem, annyira nem volt jó. Tehát, hogy ez a sztori... viszont nagyon-nagyon várjuk. Igen, azért Nolan ez máshogy közelít ehhez meg. Ugye Nolan most azt csinálja, hogy inkább képekkel mesélne. IMAX kamerával van felvéve a filmnek a legnagyobb része, ahol csak lehetett IMAX kamerát használni, ugye Nolanről tudni kell, nagy IMAX. És nagyon szereti ezt a hatalmas nagy felbontás, óriási vászon meg minden, és a Dunkirk ez pont egy olyan grandiózusnak tűnő esemény, amit ez a kamera amit megkívánja, hogy ilyen kamerával vegyük fel. Uh-huh. Alapból vannak benne ismert színészek, de nem ők a főszereplők, igazából nincs is főszereplője. Ugye Tom Hardy visszatér, Cillian Murphy visszatér, a friss Oscar-díj, viszonylag friss Oscar-díj, és nem fog eszembe jutni neve, aki a Steven Spielberg-el csinált 2 éve. Ja, a Mike Rylance. A Mike Rylance, igen, ő is. Ugye, Kenneth Branagh is feltűnik a filmben. Kenneth Branagh, igen. Na, várjunk szóval... csak, tehát, hogy a képek mesélnek, háborús téma, nincsenek főszereplők, nagy színészek ilyen apróbb szerepekben. Hol láttunk hasonlót, és mikor? Hát ezt láttunk. Majd itt kiírjuk a képen jó aljára. Oké. Itt villogjon most ez a... bizonyos film, egy bizonyos Terence Malick-tól. Igen. És, de ez mégiscsak más lesz valószínűleg. Igen, és igazából nem is tudunk olyan sokat a sztoriról valószínűleg azért, mert nem is igazán a sztori a lényeg, tehát valószínűleg csak annyi történik, hogy ott vannak a katonák, aztán kimentik őket. Egyre szorultabb helyzetbe kerülnek. Igen. Meg hát bemutatja ez az egész. Ugye ott több napig ott éltek a tengerparton is. Ugye ez egyébként a Jean-Paul Belmondos filmben is tökül bemutatott, hogy milyen kis izék megcsináltak maguknak a mentőkocsit, meg ilyeneket, ahol mi laktak, tudod, és ott sütögettek meg minden, szóval. Nyilván nem ez ennyire, hogyan mondjam, vidáma, igen, az a Nolan-féle verzió, de az biztos, hogy ilyen nagyon drámai film lesz. És ugye még annyit akarok mondani, hogy a háborús filmek azért annyira nem mennek jól, ugye a mozikban. És ennek mégis megszavaztak egy nagy költségvetést. Igen, ennek egy nagyon nagy költségvetést. Ezért nem értem, hogy miért lehetett ilyen előzeteseket csinálni. Meg az első, már azt ugye tavaly ilyenkor láthattuk kb., amiben gyakorlatilag semmit nem mutatnak, valaki fölnéz egy repülőre. Az egy ilyen jó hangulatot kelt, de aztán utána nem állít, hogy... Bumi van! Megjöttek a repülők! Oké, nem így kell értelmezni, hanem megteremti a megfelelő atmoszférát, de aztán utána a második előzetes, úristen, ez mi volt? Olyan, mint hogyha ilyen B-footage-ból vágtak. Most nem foglak itt izen, szerintem. Neki jó, persze, Nolan. Nolan szöveget fölvette, és... Nem, egyébként én pont azt várom, hogy abszolút nem olyan lesz, mint egy Nolan film. Tehát azért a Nolan szereti beszéltetni a figurákat, és sokban építkezik a sztori vezetésben a dialógusokra. Tehát nagyon sok mindent kimondat a szereplőkkel, amit inkább be kellett volna mutatni. Ez nagyon nagy problémát. Csak ugye nagyon fel kell pörgetni a filmeit, mert nagyon nagy sztorikat képzel el most. Jó, hát akkor kevesebb szöveg lesz, nagyobb képek lesznek, igen. Nagyobb vászon. Gondolom nálunk is bemutatják majd az IMAX moziba, próbálják nem bemutatni.
Meglátjuk ezt is. A második helyen egy viszonylag friss belépőnk van. A Nyomd Baby Nyomd. Edgar Wright rendezésében. Ez nem egy nagy film szerintem, tehát költségvetésében, egyebekben tekintve, de mégis valahogy van egy olyan érzésünk, hogy ez a így van, ez a nyár kultusz kedvence. Ugye levetítették a South by Southwest filmfesztiválon, és mindenki teljesen eldobta magán. De az Edward Wright-nak a filmjével kapcsolatban általában így van. Talán igen, a világ vége volt az, ami... ami nem annyira ment a kritikusoknál. De ugye a Cornetto trilógiának az első két darabja, a Shaun of the Dead, a Haláli hullák hajnala, meg a Vaskabátok, az iszonyú nagy kultusznak örvend. És hát ott van a Scott Pilgrim a világ jelen, ami szinte mindenki csak... legjobb képregény filmje. Hát igen, csak az van, nem sokan osztják egyébként a véleményet a nagy közönség sorából. Így van, hogy a közönség az nem szereti Wright-nak a filmjét, kivéve egy ilyen viszonylag vékony réteget, akik viszont kurvára iszonyatosan, és én is közéjük tartozom, mert valami elképesztő, hogy ez az ember mit művel a filmekkel, mit művel a vászonnal, a ritmussal, a tempóval. Igen. És hát amit hallottam, hogy ez a film, ugye arról szól, hogy van egy csávó, akinek... Fontosan zúg a füle egy gyerekkori baleset miatt, igen, és ezért mindig zenét hallott, hogy ezt elnyomja. De ezért nagyon figyelme minden, és ki jó sofőr, és tulajdonképpen Jason Stathamkedik. Tehát, hogy igen. Tehát bankokat rabolnak, és ő meg a sofőr, és ő fel lehet bérelni. Vagy olyan, mint a Driver, a Drive a Gáz című filmben, ugye Getaway Driver, ezt úgy hívják, mondjuk menekülő sofőr. Lefordítottuk ügyesen. Na hát egy ilyen figuráról szól, és amit lehetett hallani, hogy ez a film ez olyan, mint egy musical, olyan, mint a Kalifornia álom, csak step-tipők, meg táncos lábak helyett autókkal. Hát tudjátok ezt képzelni, hogy egy musical, amiben autókkal táncolnak. Az előzetesekből ez nem jött át, hogy szokásos, pörgős, pattogós, stb. Ritmus az valószínűleg látszik. Ez is Sony, igaz? Valószínűleg úgy gondolták, hogy lehet, hogy nem úgy kéne eladni, mint az eddigi Wright filmeket, hanem megpróbálják megfogni olyan szempontból, hogy egy akciófilmnek tűnjön, amiben mondjuk jó zenék vannak, és akkor ezzel már be tudják csábítani az embereket. Valószínűleg itt a zenére történik majd minden. El tudom azt képzelni, hogy az egész film egy olyan lesz, mint egy ilyen CD-t hallgatnál. Beletned a VH1, tudod? És akkor is. De ilyen fantasztikus dolgokat látasz majd a vásznon. És ami még nem jött át a sztoriba, hogy ugye van még egy utolsó meló, mert ugye szerelmes, csávos, ki akar szállni. Ez annyira tipikus. De mégis azt mondják a visszajelzések, hogy soha nem tudhatod, hogy mi történik a filmben, mert annyira fordulatos. nagyon várjuk. Vannak hangáink a filmek kapcsolatban? Nem tudom, főszereplő talán nem a legjobb választás. Igen, Scott Pilgrim-mel kapcsolatban. Ugyan a figurához nagyon illet, de mégis Michael Cera-t megrakni úgy, megtenni egy film főszereplő. Edgar Wright megrakta Michael Cera-t, és ez a fő cím. Na, szóval Michael szeret megtenni egy film főszereplőnek, ez elég vicces, hogyha nem egy vígjátékról van szó. És ugye itt most Ansel Elgort, aki a főszerepet ját, aki játssza a főszerepet, és ugye őt mondjuk a beavatott filmekben láthattuk, illetve a Csillagaink, már aki megmerte nézni, meg a Csillagainkban hibában, amiben című filmben láthattuk, ugye ott meg a tini lányok kedvencévé válhatott. Ki tudja, lehet, hogy valami valószínűleg más. Nem ők ennek a filmnek a közönsége, de hát... Kinézem egyébként a srácból, hogy jó lesz. Előzetesek alapján azért ott van a vásznon. Kicsit nekem azért emlékeztet. Elkezdtem mondani, de nem tudom, hogy hívják azt a csávót. Addig elmondom, hogyha mégis a csávó maga nem működik, azért egy jó kis ilyen szereplőgárdát sikerült köré trombitálni, ugye Kevin Spacey, Jamie Foxx, John Hamm, John Bertnál, meg hát a hamupipőke. Lily James. Úgyhogy nem tudom mit mondani, csak az, hogy meglátjuk, és alig várjuk, hogy lássuk. Első helyezett, mi lehet ezek után az első helyezett? Mi más, mint az Alien Covenant, amit sokáig Covenantnak mondtunk, de kiderült, hogy nem Covenant, hanem Covenant. Covenant. Azt hozzá kell szokni, jó van. Oké. Okay. Covenant. Ugye Ridley Scott immáron harmadszor tér vissza rendezőként az Alien univerzumban. Igaz, hogy azt mondta néhány év ezelőtt, amikor ugye a Prometheus bemutatás előtt állt, és kérdezték, hogy lesz Alien? Lesz benne Alien gén? Hát gén lesz, de the bitch is done. Azt mondta, hogy kész, Alien már nem lesz, ő már nem foglalkozik Alien filmekkel. Lehet, hogy a Sigourney Weaverre utalt. Biztos, valószínűleg rá, akivel most már meg akarja fiatalítani, meg mindenképpen bele akarja szuszakolni a filmjével. Csak azt nem. És aztán utána kijöttek a kritikák, kijöttek a rajongói visszajelzések, hogy mi ez a szar?
Prometheus, úristen, nincsenek benne. Kiderül, hogy a tervezők, milyen tervezők, úgy néznek, mint Jason Statham, úgy viselkednek, letépik az ember fejét. Meg mik azok a hülye kutatók, a Space Jockeynek nincs is ormánya, úristen. Igen. Meg bemennek egy idegen űrhajóba, és mit csinálnak? Beszívnak. Hát hülyék ezek? Milyen film ez? Szerintünk egyébként az utóbbi évek egyik Szerintem az utóbbi rossz, évek egyik legjobb szifije, valami elképesztően ambiciózus. Ilyen nesztek, nézzétek, olvassátok, gondolkodjatok, használjátok az agyatokat, vonatkoztassatok el. Azért, na, szóval lehet, hogy sokan kérdések megválaszolását szerették volna ettől a filmtől, csak még több kérdést kaptak. De ez tök jó, de ez egy új film trilógiának az első darabja volt. Kellett használni az agyat, és tök jó el lehetett gondolkodni. Én azokat a filmeket szeretem, amik akkor kezdődnek, amikor legördül a függöny, és ezen lehetett sokat filozni. A mai napig folynak a viták róla. Jó, de épp az a baj, hogy nem volt szerintem egy egységes koncepció mögötte, tehát hogy így forgatás közben írták át a forgatókönyvet. Csak mondom. Jó, hát ilyet elkövettek már nagyon sokszor a filmtörténelemben is. És nagyon sok kultikus darab. John Spates írta? Hát az eredeti sztorit azt ő írta, az így jobban hasonlított volna egy ilyen sztorihoz. Aztán utána jött Damon Lindelof, akit ugye sokan ilyen szitokszóként használnak. Igaz, hogy megmentett már egy csomó filmet, nevesítve a névtelenül is. Gurul az az Alien űrhajó, az a tipikus... De az akkora, érted, amivel nem lehet elfutni. Ez van, amikor azt mondják az emberek, hogy miért nem futsz el jobbra-balra. Most képzeld el azt, hogy egy hegy rád dől. Hova futsz? Minél távolabb tőle, és nem arra gondolsz, hogy majd kikerülöm. Akkora volt az, azért hívják Juggernautnak, mert akkor az a szar, hogy így esik rád, nem tudsz előre. Jól van. Na mindegy, nem a Prometheusról beszélünk, hanem erről a Juggernautról, ami átment egy másik bolygóra. Igen, és ott 10 perc alatt rövidre zárja a Prometheusnak az esemény. Igen, minden, ami a Prometheusban történt, meg minden, amit felvezettek, hogy na most gyerekek, ezt majd még több kérdést néztek, azt így puf. Fogja a Davidet, aki vagyan szerez magának testet, bár nem tudom, ezt nem benne van a testje. Jó van, teste is ott van az űrhajón, hát ott tépje a fejét, érted? Aha, tehát tulajdonképpen csak összeszerelik. Valószínűleg ilyen gémkaput csak lesznek itt a nyakán. Igen, és a David úgy dönt, hogy már pedig ezeknek pusztulniuk kell, és úgy szépen tulajdonképpen egy ilyen biológiai bombázást csinál a tervezőknek a bolygóján. És mit ad Isten, pont oda megy a Covenantnek a legénysége terraformálni. Igen, hát és akkor onnantól kezdve mi lesz? Futnak az alienek elől. Hát igen. Vagy nem. Vannak teóriáink egyrészt. Van egy teória, igen. Igen. Melyikünk teóriáját mondjuk először? Az enyémet. Jó. Lovagiasan az enyémet. Nem, mondjuk a téret, mert jó fej vagyok. Na, az én teóriám az. De ez nem csak az enyém. Ez egy ilyen közhiedelem, hogy ugye Shaw, a Prometheusnak a főszereplőjét, ugye nem látjuk a filmben, és ugye Ridley Scott tett egy olyan megjegyzést, hogy valamilyen formában, de láthatjuk a Shaw-t, és fontos szereplő lesz a filmben, vagyis fontos, nagy hatással lesz a történésekre. Most ugye volt egy előzetes, amiben láttunk egy ilyen hologramot, ki tudja ez mit jelent, de lehet, hogy David egy kicsi beoltkozást eszközölt szerencsétlen Shaw-nál, és ő belőle lett a királynő, aki a tojásokat tolja. Igen, ez egy nagyon közkeletű dolognak tűnik, hogy valószínűleg, hogy ő lesz a királynő. És ugye egyébként ez a Prometheusból is levezethető valamilyen szinten, ott volt az a geológus csávó, akiből ilyen szörny lett. Tehát ez a glue. Ő maga is arra vágyott, hogy gyereket szüljön, hogy nemzen, utódokat nemzen. Igaz, hogy nem arra gondolt, hogy ilyen augusztustalanságokat, tehát ez a válogathatunk. Ez elég logikusan következne a Prometheusból. Igen. Én teóriám pedig ezen alapul végül, és tulajdonképpen ugye mondják, hogy lesznek ezek a backbusterek, tehát ugye voltak a chestbusterek, amik a melkasból ütöttek ki, a backbusterek ugye a hátból jönnek ki, de szerintem ez egy akkora seggfejség, egy hülyeség, hogy ilyen nem lesz benne, én úgy gondolom, ugye, mert nem is láttuk egyébként még egyszer, hogy hogyan ezzel kapcsolatban ki. Már bizonyos fesztiválokon levetítettek jeleneteket, és állítólag vannak backbusterek, igen, amik így kijönnek a hátból, de lehet, hogy ez csak terelés. De azért mondd végig, hogy... Én végigmondom nagyon szívesen, tehát ugye látjuk az előzetesben azt a srácot, akinek így a hátából elkezd kijönni mindenféle csúnyosság a tüskékének. És hogyha láttátok a neomorfot, ami ugye az újfajta élje lesz, aznak emberi színű bőre van, és ugyanazok a tüskék ott vannak a hátán. Szóval én úgy gondolnám, hogy ez a gú, amit így az a fekete tutyi, igen, hogy ez alakított át a Shaw-t is alien királynővé, és valószínűleg, hogy ez csinálja ezeket a newbornokat, ezeket az újjászületett figurákat, vagy neomorfokat. Neomorfokat. Newborn az az Alien 4-ben volt.
soha többet, igen, arról nem beszélünk. De hogy én úgy gondolnám, hogy ennek így lenne alapja. Tehát, hogy csak egyébként a hát... Lényeg az, hogy tök jó, hogy arról beszélünk, hogy az ilyen Covenant, ez egy ilyen vissza az alapokhoz, megint futkoráztak az ilyenek elő, stb. De már mi is teóriákat gyártunk. Ez azért egy fantasztikus dolog ettől az egész univerzumtól. Vagy csak ilyen kétségbe esett kiáltás, hogy legyen benne valami új. Jó, oké, legyen részben kétségbe esett kiáltás, de ugyanakkor benne van az is, hogy így minden Alien film más volt, mint az előző, az Aliens és az Alien Resurrection, stb. Nem ebben a sorrendben. Mindig kell valami új. Mindig volt benne valami eszement újítás, és hát, ha itt is lesz, sőt, el is várjuk, hogy legyen. Miért ne lenne? És hát ugye vannak angáljaink a filmmel kapcsolatban, mert rengeteg van, mert a főszereplőnőnek a személye, ugye a színésznővel nem vagyunk annyira kibékülve, aki játsza. Katharina Waters. Igen, Katharina Waters. És lehet, hogy baromi jó lesz, mert eddig, amiben láttam, ő nagyon jó volt, csak nem tudom elképzelni őt egy ilyen szerepben. Repliként tulajdonképpen. Meg tényleg, amiket láttunk az előzetesekből, az Isten, hát most akkor tényleg ez lesz. Ezt mentől láttuk volna, igen. Zuhanyzóba szexelés és elkapja az Alien, ez ja. Húha! Meg minden arról beszél Ridley Scott, hogy vissza az alapokhoz, meg most nagyon-nagyon meg akarok ijeszteni mindenkit, meg térdigázolunk a vérbe, meg az egyéb belsőségekbe. Nem ettől lesz egy Alien film, hogy térdigázolunk, hogy az első Alienben alig volt ilyen gór igazából, volt vérfröcskölés az ebédlő jelenetnél, de mégis a nem látható borzalom volt az, ami igazán hatásos. Igen, amikor ott csöpög le az, és akkor csak egy pillanatra látjuk az egészet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban aggályaink vannak, és mégis ez a nyár egyik a legjobban várt film a nyáron, mert Alien, gyerekek, Alien. Na, tehát Alien. Ezek lettek volna a nyár legjobban várt filmei. Hamarosan mindegyikről jelentkezünk majd kritikával. És a lehető leghamarabb. Élménybeszámolóval is, azonnal, amint látjuk őket. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! All of this is to start our new life.